Itt az ideje, hogy megállítsuk Soros Györgyöt. A kormány a teljes választási kampányát arra építette föl, hogyha nyernek, akkor el fognak fogadni egy törvénycsomagot, amivel megállítják Soros Györgyöt és az illegális bevándorlást. Nyertek, úgyhogy el is fogadják. De mi ez a Stop Soros? Röviden, egy sietve összedobott javaslatcsomag a bevándorlásról, amely 11 törvénymódosítást tartalmaz. Ezeknek egyébként a nagy részét nem csak a jogászok, hanem maga a kormány sem érti. Mi volt a gond Semmilyen Zsolt javaslatával? Igazából nem tudom, én országgyűlési képviselő vagyok, és nem ezzel foglalkoztam, nem én dolgoztam át a Stop Soros. Nézzük meg, hogy pontosan mi változik a javaslatcsomag elfogadása után. A rendőrség mostantól hivatalosan is részt vesz a határőrizetben és a jogellenes bevándorlás megakadályozásában. Kitilthatóak a schengeni külső határvonal 8 kilométeres körzetéből azok, akik segítik a jogellenes bevándorlást. Eddig úgy volt, hogy Magyarországról magyar állampolgárt egyáltalán nem, külföldit pedig csak törvényes eljárás után lehet kiutasítani. Most ez megváltozik, és ezentúl csak biztonság országba utasíthatunk ki bárkit. Ezt viszont megtehetjük törvényes eljárás nélkül is. Ezentúl csak akkor kell védelmet nyújtanunk bárkinek, ha azt más biztonságos ország nem teszi meg. Sőt, ezentúl konkrétan nem kaphat majd menedékjogot az, aki biztonságos országon keresztül érkezik. Akkor sem, ha háború elől menekül. Kiegészítik a BTK-t azzal, hogy ezzel se büntethető az, aki jogellenesen itt tartózkodó, vagy a hazájában nem üldözött embernek segít. Egy év börtönt kaphat az, aki segít valakinek átlépni a határon, vagy megszervezi azt. De az is benne van a javaslatban, hogy az egész büntetés eltörölhető, vagy korlátlanul enyhíthető, hogyha az elkövető megindokolja tettét, és a bíró méltányos lesz. Az viszont még egyet csavar a dolgon, hogy ezentúl az is büntethető lesz, aki úgynevezett határmegfigyelést végez, információs anyagot ad ki, vagy hálózatot épít. De egészen pontosan mi ezekkel a változásokkal a probléma? Miért van mindenki kiakadva? Ez példátlan, hogy a menekültekkel, vagy a lehetséges menedékkérőkkel dolgozók, azok ilyen fenyegetéssel nézzenek szembe. Kezdjük azzal, hogy a javaslatcsomag neve Stop Soros, de nincs benne szó Sorosról. Az eredeti javaslat nagy része még a civil szervezetekről szólt, de ezek a benyújtott törvényjavaslatból már eltűntek. A hírek szerint azért, mert a német kereszténydemokraták megfenyegették a magyar kormányt, hogy ne zaklassa tovább a civil szervezeteket. Mert ha tovább zaklatják, akkor kizárják őket az Európai Néppártból. A szöveg egy része ráadásul jogilag értelmezhetetlen. A magyar jogban nincsen bevándorlás, csak letelepedés. Így természetesen jogellenesen sem lehet csinálni. Ráadásul a komplett menekültrendszert fölrúgja ez a javaslat, mert azt mondja, hogy senkinek nem jár Magyarországon menedékjog, aki biztonságos országból érkezik. Magyarországot csak biztonságos országok veszik körbe, ezért nálunk csak az kaphatna menedékjogot, aki egyenesen Szíriából érkezik repülővel. A törvény egy része ráadásul értelmezhetetlen. Mi számít határmegfigyelésnek? Mi számít a jogellenes bevándorlás segítésének, de főleg mi számít információs anyag készítésének? Akár ez a videó is információs anyagnak számíthat, hiszen a Stop Sorosról szól, és menekültek is megnézhetik. Akkor pedig nekem ezért elzárás jár. Ennek a rengeteg kérdésnek a megválaszolását a bíróságokra hagyja a kormány. Ezzel csak az a probléma, hogy a bíróságoknak már nem csak a törvény szövegét, de az indoklását is figyelembe kell vennie. Az indoklás pedig teljesen egyértelműen politikai és nem jogi szöveg. Ezért ez a törvényjavaslat valójában nem az illegális bevándorlásról, hanem a politikáról szól.